megmutatjuk azt, hogy mire képes egy telefon akkor, hogyha fényjel kommunikál. Lent, ugye LED fényforrások vannak, a LED-ek bizonyos szabványa szerint villognak, pulzálnak, ugye a szabad szem számára nem felismerhető, mégis a telefonba épített kamerák, amik ugye optikai szenzorok tudják értelmezni ezt az adatot, és tulajdonképpen kommunikálni tudunk látható fényen keresztül. Ilyen és ehhez hasonló megoldásokkal kísérletezünk, és ez már nem az, amikor mobiltelefonos alkalmazásokat, játékokat fejlesztünk, hanem ez ennek a technológiának az ipari irányba valamint el. Pár projektet gyorsan. A legnagyobb fejlesztésünk az egy személyedző alkalmazás volt, ami a telefonon épített mozgásérzékelő szenzoroknak az adatait elemezve segítette a felhasználót a tornászásban, hiszen a kalóriát égetett, hogyan végezte a mozgásokat. Ez volt az az innováció, amivel Amerikában sikereket értünk el. Készítettünk egy olyan, a világ első olyan keretrendszert elkészítettük, ami egy weboldalról képes natív mobil platformra, nem akarok belemenni a részletekbe. Sikereink is.